2019 az őslakos nyelvek nemzetközi éve az ENSZ közgyűlésének döntése nyomán. Csak Latin-Amerikában 170 nyelv próbál fennmaradni a beszélőit érő hátrányos megkülönböztetés és a globalizáció nyomása ellenére. Egyedül Brazíliában 180 nyelvet beszélnek, ezek harmada tűnhet el a következő évtizedben. Mexikóban a beszélt 68 nyelv kétharmada néz szembe ugyanezzel a veszéllyel, de nem jobb a helyzet a régió más országaiban sem. Peru megpróbál szembeszállni a folyamattal. 3 éve a közszolgálati rádióban elindult az első quechua nyelvű program, amit további nyelvek követtek. A peruiak harmada őslakos nyelvet beszél. Erre alapozva indítottuk el a közszolgálati rádióban és televízióban is az ilyen nyelven sugárzott programokat, mondta Hugo Coya elnök. Tanto en la radio como en la televisión públicas. Mariano Roque a paraguayi Maka etnikum tagja. Falujában 400 család, mintegy 2000 ember próbálja meg szinte lehetetlen körülmények között életben tartani nyelvét és szokásait. Helyzetüket nehezíti, hogy mindössze 40 kilométerre vannak a főváros Asunciontól. Ők az iskolában nem csak beszélni, de írni és olvasni is tanítják saját nyelvükön a gyerekeket. Saját tananyagot is kifejlesztettek. Noha az UNESCO a különböző országok kormányaival, az őslakosokat képviselő szervezetekkel, kutatókkal közösen cselekvési tervet dolgozott ki az őslakos nyelvek megmentése érdekében, aktivisták szerint a reformok sokszor késnek, így már nem lehet megmenteni a nyelveket.